Január 1-től több lakossági és vállalati adó és más közteher mértéke is csökkent, valamint nőtt a minimálbér és a szakmunkás bérminimum. Egyes termékek és szolgáltatások áfája is csökkent, ami növelheti a belső fogyasztást. Januártól a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 25%-kal nő, a munkáltatói járulékok pedig 5% ponttal csökkennek. Vállalati oldalon a társasági adó mértéke egységesen 9%-ra mérséklődik, a korábbi 19, illetve 10%-ról, valamint a kisvállalati adó mértéke 2% ponttal 14%-ra csökken. Szintén csökkentették a dolgozói juttatások adóalapjának megállapításához alkalmazandó szorzatot, is. Így akár ennyivel magasabb összegű kafetéria keretet biztosíthatnak a cégek a munkavállalók számára. Továbbra is jár az első házasoknak a havi 5000 forintos adókedvezmény, a családi kedvezmény egy gyereknél 10000 forint maradt, a két gyermekeseknek összesen 30000 forintra emelkedett, három gyermekeseknél pedig gyerekenként 33000 forint. Gazdasági elemzők szerint a bér és adókedvezmény emelések növelhetik a belső fogyasztást, amihez hozzátársul, hogy csökkent egyes szolgáltatások és termékek áfája is. A baromfihús, a tojás és a friss tej áfatartalma csökkent. Az áfa csökkentés érinti a vendéglátói szektort is. A szabályozás értelmében ugyanis 18%-ra mérséklődött az éttermi étel és a helyben készített italokra kivetett adó. Ugyanez vonatkozik az internet szolgáltatásra is. Köszöntöm a stúdióban Gerhes Miklóst, közgazdászt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Összeszedtük itt az év elején ezeket a változásokat, és azért látjuk, hogy a legtöbb akár a vállalkozásokra, akár a magánszemélyekre kivetett adónem mértéke csökkent, növekedett a minimálbér, a szakmunkás bérminimum, és bizonyos szolgáltatásoknak az áfája is csökkent. Mindenhol azt találgatják, és azt kérdezgetik a gazdasági elemzőktől, hogy mindez hozhat egy fogyasztási növekedést, egy belső fogyasztási növekedést. Hát nem csodálom, hogy gyakran megkérdezik ezt elemzőktől, mert érdekes helyzetek vannak, új számok, új helyzetek alakultak ki a gazdaságban, és ez egy fél év kell ahhoz, hogy tisztázódjon, hogy akkor most bizonyos termékek áfájának csökkenése az hogyan befolyásolja a fogyasztói árakat, amit természetesen a költség és a piaci viszonyok behatárolnak. Úgyhogy ehhez kell egy kis idő. Egy tény, hogy ezek a módosítások, ezek az új szabályozók mindenképpen azt a célt kívánják szolgálni, hogy a vállalatok, a vállalkozók kiszámíthatóbb adózással álljanak szembe, középtávon is tudjanak tervezni, mert mindig ez a nagy probléma, hogy kiszámítható-e az adózási rendszer. Kialakít a vállalat egy projektet, és egy év múlva, ha durván belenyúl az állam, akkor felborul minden. Tehát ez a mostani változtatás úgy tűnik, hogy inkább enyhíti a terheket, de hogy milyen mértékben, ez majd időkérdése. Azért rengeteg ellenmondás is volt, hiszen itt az év elején azt mondták nekünk a vállalkozások, hogy a minimálbér megemelése vagy emelkedése, annak ellenére, hogy bizonyos adónemek csökkennek, és mondjuk stabil pályára állhatna a vállalkozás, ki kell gazdálkodniuk a béremeléseket, és ezért árat is emelhetnek. Tehát akkor ugye, ha árat emelnek, nem biztos, hogy a belső fogyasztás pedig növekedik, illetve hát valamilyen szintű árnövekedés pedig már most tapasztalható, nem beszélve a benzináráról. Ez igaz. Ugye attól függ, kivel beszélünk. Ugyanis ez a szakmunkások minimálbér emelése a nagyvállalatoknál semmit nem jelent jóformán. Egy jó néhány nagyvállalattal vagyok kapcsolatban, ahol szinte nem érint egy dolgozót sem. Tehát több ezeren dolgoznak a vállalatnál, de számukra ez nem jelent plusz terhet. Beszélgettem önkormányzati emberekkel, polgármesterekkel, akiknél például a Klik átvette az iskolákat, itt megtakarítás jelentkezik, és ők panaszkodnak, hogy azt a megtakarítást ez a minimálbéremelés meg elviszi. Tehát nullán vannak. Tehát nagyon összetett ez a dolog, és ugye nagyon sokan, különösen az ellenzéki vonal támadta ezt a
fajta szabályozást, például az adórendszer, a nyereségadódást. Mivel azt mondta, hogy megint a nagyvállalatokat hozzák előnybe, pozíció előnybe. Ez egy érdekes dolog. Annyit azért tudni kell. Valóban számukra ugye a 500 millióig eddig 10% volt a nyereségadó, az 500 millió forint fölött pedig 19%. Most levitték 9-re az egészet. Tehát ez egy jelentős támogatás a nagyvállalatoknak. De az igazsághoz hozzá tartozik, és itt a bér és a nyereségadózás ütközik tulajdonképpen a piacon, hogy a magyar vállalatok 94-95%-a kisvállalkozás. Őket nem érinti ez a nyereségadó könnyítés. Tehát joggal vetődhetne föl, hogy a nagyvállalatokat. De az igazsághoz pedig hozzátartozik az, hogy a magyar GDP és Európában általában a GDP 70%-a körül a nagyvállalatok adják. Tehát nehéz itt igazságot tenni. Valamelyest azért mégiscsak fogják húzni a gazdaságot, vagy így erősíteni van. A gazdaságot. Így a kisvállalkozások viszont még elégedetlenkedtek a járulékcsökkentés mértékével. Ugye több lépcsős lesz ez a járulékcsökkentés, de azt mondták, hogy ha már ilyen mértékben emelkedett a minimálbér, nagyobb mértékben kellett volna csökkenteni a járulékokat, hogy az államhoz ne folyjon be annyi pénz. Ez mennyire hátráltathatja őket, vagy milyen mérleget vonhatnak? Igen, én ezért mondtam azt, hogy a nyereségadódás és a bérezés összehasonlításra, mert a minimálbér emelés az a kisvállalkozókat érinti érzékenyen. És könnyen lehet, hogy ezen a fronton jó néhány kisvállalkozás csökkenteni fogja akár a létszámot, hiszen a bérköltségeket nehéz kigazdálkodni. De hát ezeknek a kisvállalkozásoknak nagyon nehéz versenybe lenni a nagy vállalatokkal. Nem csak a magyarországi nagyvállalatokkal, hanem a nemzetközi nagyvállalatokkal is. Tehát speciális vállalkozások vannak, amelyek nem kerülnek nehéz helyzetbe. Úgyhogy a kisvállalkozások pedig eléggé tőkeszegények, tehát számukra nagyon-nagyon sok nehézség és gond van. És ez a minimál bérszint emelés, ez őket egy kissé sújtotta, úgy gondolom. Nézzük az áfa csökkentést. Az áfa csökkentés hozhat-e egy belső fogyasztás növekedést, úgy szintén felmerül a kérdés, illetve most már fontolgatják, hogy több terméknek csökkenhet, vagy tovább csökkenhet az áfája. Hol lehet itt a határ? Igen, itt egy nagyon érdekes dolog van, nemzetközi szinten is mérik ezeket az áfa csökkentéseket például. A köztudott volt, hogy Magyarországon elég magas áfa tartalmak vannak. És Európában, de a világon mindenütt azt tapasztalták, és ezt már Magyarországon is tapasztalták, hogyha például bizonyos áfa nemeket csökkentenek, akkor nem biztos, hogy csökkenni fog a bevétel, a államháztartás bevétele, sőt, növekedés történt. És nem igaz az, hogy ha emelnek valamilyen áfát, akkor majd az államnak a bevétele növekedni fog. Ez szinte soha nem volt így. És általános jelenség az, hogy egy áfa csökkentésnél, vagy bármilyen adó nem csökkentésnél az adózási kedv az tulajdonképpen növekedett, és a bevétel is növekedett. Ez nagyban hozzájárul a gazdaság fehérítésében. Viszont az áfa csökkentés nem jelenti egyenes arányosan az ár csökkentését is, árak csökkentését is, hiszen azt is lehet tapasztalni a piacon, hogy valaminek csökkent az áfája, de növekedett az ára. Ez így van. Ugye korábban a húsnál történt egy ilyen áfa csökkentés. Ezt a háziasszonyok jobban tudják, mint én, hogy most mit jelentett ez. Mennyire éltek az ár kialakításában a termelők, a hús előállítók, a sertés feldolgozó üzemek, különböző élelmiszer üzemek, azt tapasztalták szerintem a háziasszonyok, hogy azért az árszint az bizony újra visszaállt a régi szintre. Ennek persze olyan okai is vannak, hogy a költségelemek jelentősen növekedtek. Növekedtek az energiaköltségek,
a termék ára, ami időjárás függvényében a kukorica, búzatermelés, a takarmány előállításában emelkedő költségek voltak, és hát ne adj Isten, a vállalkozóknak a terhei esetleg azok is változtak. Tehát ezek nagyban befolyásolják az árak alakulását, és ugye például egy nem feltétlenül az áfához kapcsolódó, de üzemanyag áraknál meglepetten veszik az emberek észre, hogy az üzemanyag ára, világpiaci ára jelentősen csökkent. Néhány évvel ezelőtt még azért ültem itt ebben a stúdióban, hogy egy hordó olajára 120 vagy 130 vagy 140 dollár lesz, most 50 dollár. És a piacon nem ugyanazok az árviszonyok. De ugye ebben szerepet játszott az, és játszik a mai napig, hogy Magyarországon növekedett a jövedéki adó. Tehát bekerülnek olyan adónemek, vagy bizonyos adónemeket emelnek, ami szinten tartja az árakat, vagy emeli. Vagy pedig új adónemeket is vezetnek be, hiszen például annak ellenére, hogy az éttermi szolgáltatások áfája csökken, egy új adónemet is be fognak vezetni, ami a turizmusban és a vendéglátásban lesz alkalmazva a következő időszakban. Hát tehát ez itt megint csak ki fogja egyenlíteni. Igen, mondjuk a vendéglátásnál ez a könnyítés azért ott, ahol 100% meg 200, meg 300%-os áréssel dolgoznak, ez azért egy kicsit, hogy mondjam, jellegtelenné válik. Köszönjük szépen, tanár úr, hogy itt volt nálunk.